Áldás békesség Isten hozott mindenkit, nagy szeretettel köszöntöm az ünneplő gyülekezet, minden kedves tagját, országos, megyei, városi erőljáróinkat. Egyházközségünk nevében kívánok mindenkinek áldott megemlékezést. Fölemelkedve helyünkről fogadjuk az igei köszöntést. Az Úr Jézus mondja, boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Kegyelem, irgalom és békesség a Szent Háromság egy, örök igaz Istentől. Amen. Énekeljük el nemzetünk imádságát, a himnuszt. Elfoglalva egyházi vallásos éneket is énekeljünk. 89. zsoltárunk első versét fogjuk énekelni. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Így kezdődik a szép zsoltár vers. Thank you.
az 1956-os október 23-ai eseményekre emlékező istentiszteleti alkalmunkon illő és méltó a 64 évvel ezelőtti történésekre a 64. Zsoltár szavaival emlékezni. Így kérek mindenkit, emelkedjen föl a helyéről, és a 64. Zsoltár szavaival velem együtt majd imádkozzon. Hallgasd meg, Istenem, panaszkodó szavamat. Óvd meg életemet, mert ellenségre tent. Védj meg a gonoszok ármánykodásától, a gonosztevők dühöngésétől. Élesítik nyelvüket, mint a kardot. Sértő szavaikkal célba vesznek, mint nyilakkal. Rejtek helyükről lövöldöznek a fethetetlenre. Hirtelen lőnek rá, nem félnek. Eltökélték magukat a gonosz tetre. Megbeszélik, hogy titokban tört vetnek. Azt gondolják, ki láthatja őket. Álnokságot terveznek, titokban tartják tervüket, mert kifürkészhetetlen az ember belseje és szíve. De Isten kilövi rájuk nyilát hirtelen és megsebesülnek, saját nyelvük buktatja el őket, aki csak látja, fejét csóválja. Félelem fog el minden embert, és hirdetik Isten tetteit, megértik cselekedeteit. Örülni fog az Úrban az igaz, mert nála talált oltalmat, és dicséretet mondanak a tiszta szívűek. Amen. Foglaljuk el helyünket, fogadjuk szeretettel a Sola Gratia kórus ünnepi műsorát. A kezdetet nem tudja senki. Mindig jöhet egy pillanat, amikor a mélyből felszakad egy hang, és nincs út visszamenni. Nincs út tagadni, nincsen várni. A lehetetlent megpróbálni lehet, mert nincsen lehetetlen. S a végesre, a végtelenben kigyúl egy újabb felelet. Mindig jöhet egy pillanat, mikor a félés átszakad, és harangozni kezdenek, kik minden imát elfeledtek a hosszú éjszakák alatt. Thank you.
A félelem nagy úr. Egy életen át nem lehet félni. Egy nemzetnek nem lehet félni. Uram, te adtál erőt a küzdőknek, akik fellázadtak a hatalmas birodalom ellen. Nem volt más fegyverük, csak a szabadság szeretete. Üdv néked, ifjúság! Üdvözl légy, magyar nép, ki lángban és vérben születtél meg újra, három nagy éjszakán, vad ágyú dörgésben. Melyik nép írta fel mostanában nevét így, hogy aranyt adott kezébe Isten újja? S mely nép beszélt így az önmaga nevében, mint angyal, mikor a harsonáját fújja? Bús igájának fájára írja hát, s mint annyiszor a megsárgult ezer évben, vérrel és vassal tanítsa zsarnokát. A nép kiáltását hallva a világ nem tudta, vagy nem akarta látni, s ami még több, nem akart mellénk állni. Ránctalpak tapották, vérzett a szabadság. Ezrek haltak, százezrek mentek. Nem maradt más, csak könny és zsoltár. Az is némán, a szobák mélyén. Mégis az áldozat nem volt hiába. Valami megmozdult, valami elindult. Győztesek lettünk egy vesztett csatában, hisz van szabad magyar nemzet,
zeng még magyar ének. Szívünkben, elménkben az ő üzenetük zengjen. Éljünk egymásért és senki ellen, bárhol a földön, de Isten közelben.
Köszönjük szépen a Sola Gratia kórus szolgálatát, ünnepi műsorát. Folytassuk Isten tiszteletünket, ünnepi alkalmunkat, egy bibliai igét olvassunk együtt. Ez lesz az ige hirdetésemnek az alapja. Mózes első könyvéből az 50. fejezet 20. verse. Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Kedves ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim, kedves televíziót nézők! A hallott bibliai ige Mózes első könyve utolsó fejezetéből, az 50. fejezetből van, és annak is a vége. Ez a bizonyos József történet. József történetének az utolsó momentuma. József Jákobnak volt az egyik gyermeke, 12 fia volt. És Józsefet a testvérei nem szerették. Nem szerették, mert áldottabb volt. Nem szerették, mert sok talentumos volt. A testvérek irigyek voltak azért Józsefre, mert szerethetőbb volt. És megtörtént az elképzelhetetlen. A testvérek egyszer úgy döntöttek, összefognak József ellen, megölik, aztán később úgy gondolták, hogy inkább egy kis apanázs is, egy kis bevétel jobb lenne, így eladják rabszolgának, ami egyenlő a halállal. A testvérek egy adott pillanatban rárontanak Józsefre, és a saját testvérüket áruba bocsátják, és azt hazudják róla a síró édesapának, hogy József a vadállatok miatt tűnt el. És aztán ez az 50. fejezet pedig arról szól, hogy József csodálatos módon túlél mindent. Istenbe vetett hite, Istenbe vetett reménysége soha nem változik meg, és aztán csak felébe emelkedik a testvéreknek, herceggé lesz, és megbocsájtásban erkölcsileg is föléjük magasodik. Ez az a bizonyos pillanat, amikor mindez helyre rázódik. Mindig megdöbbentő, amikor a Bibliában, de a mindennapokban is arról hallunk, arról értesülünk, hogy testvér testvérnek az ellensége. A Szentírás határozottan tiltja, a Szentírás határozottan ellene van annak, hogy megtörténjen az, hogy testvér testvér ellen van. Az 50. Zsoltárban például Isten felsorolja a bűneket, amelyeket ő számon tart. Nem azt, amit mi tartunk egymásról számon, hanem amit ő följegyez. Amit Isten is az ő teremtési rendje ellenvalónak gondol és tart. És elkezdi sorolni. Jönnek a tolvajlás, jön a gyilkosság, és aztán azt mondja végül az 50. Zsoltárban, ezt mondja az Úr, ahol csak vagy, testvéred ellen beszélsz, anyád, fiát is bemocskolod. Ilyeneket csinálsz, és azt hiszed, hogy én olyan vagyok, mint te, mondja az Isten. Én mindezt a szemedre vetem majd. Tehát Isten igéje egyértelműen az ellen van, hogy testvér a testvér ellen harcoljon. Mert az Isten teremtési rendje az, hogy akik egy vérből valók, azok legyenek egymásnak a segítésére.
álljanak, válnak vetve, mert épp elég harc van kívülről, épp elég baj van, ami kívülről megtalál bennünket. Hát hogy lehet, hogy mi egymás ellen is küzdjünk? Az Úr Jézus pedig azt mondja, amikor arról beszél, hogy az ő visszajövetelét egy apokaliptikus, kaotikus világ előzi meg, annak az egyik legfőbb jellemvonása az lesz, idézem, testvér a testvérét adja el. Testvér a testvérét adja halálra. Szóval, kedves testvéreim, ennek a történetnek, amit így összefoglaltam, ez a legfőbb üzenete. Isten a testvérek egymás ellen való harcát, küzdelmét megítéli. Szerintem 1948-al az a régi történet újra megismétlődött a mi történelmünkben. 1948-al kezdődően azt az apokaliptikus időt, amit Jézus mondott, hogy testvér a testvérét halálra adja, az itt Magyarországon kezdetét vette. Csak emlékezzünk arra, amikor megjelentek a bőrkabátosok, amikor a lefüggönyzött autók megjelentek egy ház előtt, akkor mindenki tudta, akiért jönnek, azt halálra adták. És azt is lehetett sejteni, hogy valaki a legbelsőbb körből lehet, mert még erre is bíztatták ám az embereket, lehet, hogy egy családtag volt. Add halálra a testvéredet. 1948-ra éppen, hogy megpróbált magához térni a magyarság. A második világháború szörnyű dúlása után megpróbált egy kis erőt összeszedni, és akkor megjelentek az áruló testvérek. És elárulták az értelmiségét, elárulták a polgárt, elárulták a földjein gazdálkodó, földműves embert. Miért? Azért, amiért a régi József testvérek tették, hogy egy kicsivel több legyen. Szörnyű dolog volt. Azért, hogy hatalomba jussanak, azért, hogy övék legyen a budai villa, elárulták a saját nemzetüket. A saját népüket adták halálra, kiszolgáltatták rabságba egy idegen országnak, egy idegen birodalomnak, egy idegen ideológiának, ami abszolút tájidegen volt itt. És már leszerepelt Magyarországon, meg persze az egész világban. Megtörtént az a szörnyűség, ami ott Jákob gyermekeinél, hogy nem számított a vér, csak az irítség, és egy kicsi a tenyérbe. Testvér a testvért adta el. Egy ideológia, egy utópia oltárán a terror eszközeivel eladták Józsefet megint a testvérek. Mert mi voltunk József? Mi? A magyarok, a magyarság. Aki egy kicsit már szerethetőbb lett, egy kicsit erősebb lett, kicsit talentumosabb lett, hát jöttek a testvérek is, szépen eladták. És már 8 éve volt rabságban József, a modernkori József, a magyar nemzet, és azt mondta, a szégyen és a harag felgyülemlése után egyszer József abban a rabságban, abban a mélységben, abban az eltaposottságban elég volt. 1953, 56. október 23. Elég volt. Ezért tódult az utcára mindenki. Pártállástól, vallási hovatartozástól függetlenül teljesen mindegy volt, hogy kinek akadémikus a végzettsége, kinek pedig egyszerű földműves. Elég volt, hogy bennünket
kihárusítsanak bennünket egy idegen birodalomnak, odadobjanak. Valami teljesen értelmezhetetlen ideológia, valójában pedig semmi más, mint haszonszerző politika nevében. 1956. október 23. József életre támadása. És mindössze 12 napig tartott a csoda, mert hát természetesen újra elárulják a testvérek Józsefet. Megy a telefon, és behívja az idegen hadsereget, minősített hazaárulás. Behívja a testvér a testvérre a lánctalpat. Szintiszta hazárulás. Behívja és felhatalmazza, hogy géppuskákkal lőjön a terhes anyára. És ezt a testvér teszi a testvér ellen. És minősített hazárulás, mert ha nincs az a telefon, és nincs az a szolnoki beszéd, akkor nem lehetett volna 56. októberre után, novemberre után, éveken keresztül az ENSZ-ben arra hivatkozni a szovjetnek, hogy bennünket hívtak. Mi nem akartunk, de hát jöttünk segíteni. És újra eladják Józsefet. És újra börtönbe vetik Józsefet. Újra elárulják. Jön 33 év, 33 év fogság, 33 év eladósítás, amit mind a mai napig mi fizetünk vissza. 33 évnyi lelki megtörés. 33 éven keresztül a jövőnek a felélése. Csak valami változott. 56. októberre és november eleje után valami változik. Mert nyugodtan vannak a villáikban az áruló testvérek. Azt gondolják, Józsefet elintézték. Csak valamivel nem számoltak. Hogy a kezük véres maradt. És már Európában és a világon már nem lehet azt mondani, itt minden rendben van, itt mindenki boldog. Nézzétek Józsefet, milyen boldog, mennyire mosolyog. Már nem lehet mondani, mert véres a kezük. És ez a vér nem csak Európa és a világ számára lesz látható, hanem oda föntre kiállt, mert a testvérgyilkos az Isten előtt számon van tartva. Az első gyilkosság testvérgyilkosság volt a Biblia szerint. És akkor azt mondja Káinnak, a testvérgyilkosnak az Isten, a testvéred vére hozzám kiállt a földből. És 33 év után az Isten azt a rosszat, amit elterveztek József a magyar nemzet ellen a saját vérei, azt jóra fordítja. És eljön 1989. És ahogyan a régi történetben József fölébe emelkedik az őt eláruló testvéreknek, megtörténik, hogy az igaz magyarság, a szabadságért küzdő magyarság felébe emelkedik az őt elárulóknak. És pontosan az történik, mint az első történetben a Bibliában, mert József akkor is megbocsát, és 1989-ben is az elárultak megbocsátanak az elárulóknak. Nem állnak bosszút. Nem is tehetik. Mert Istené a bosszúállás. 1989-ben megfordul a világ. Az elárult József erőre kap, és felülről nézi az esedező kétségbe esett árulókat.
Megbocsát, de nem felejt. És ez nagyon fontos. Nem felejtünk. Nem szabad felejteni. Ezért, hogyha negligálják is ezt a szent ünnepet, mert még mindig van, aki azt mondja, mit ezen ünnepelni. Az, hogy 31. éve mi szabadok vagyunk, mi meg fogjuk ünnepelni 32. évében is, és meg fogjuk óvni a 32. évére is. Mert nem felejtünk, bármennyire is szeretnék. Nem felejtjük el, hogy a testvér árulás mennyi kárt okozott. Nem fogjuk elfelejteni. Már csak azért sem, mert ma is vannak, akik fölveszik a telefont. Igaz, most nem Moszkvát hívják, hanem másokat. És most nem Moszkvából kérik a segítséget, hanem máshonnan. És nem Szolnokról szól az áruló beszéd, hanem valahonnan máshonnan, de az igény az volna rá. Mert valahogy a testvér árulás az nem felejtődött el. De mi sem felejtünk semmit. Nem feledjük. És megtanuljuk a régi bibliás történetből, és megtanuljuk nemzetünk történelméből, hogy a testvér árulást nem engedjük. Számon kérjük. Mert az mindig gyengülést, az mindig halált, az mindig szenvedést hoz. Egy családon belül is, hogyha a testvér a testvért elárulja, abból sosincs jó. Ezért, ha magyar-magyart árul el, egy kis mannáért, egy kis tenyérbe valóért, egy kis kenyérre valóért, azt az egész nemzet fogja megszenvedni. Ezért fölemeljük a szavunkat. Ezért nem tűrjük a testvér árulást. Mindig áldás és mindig megerősödés van akkor, amikor összetart egy nemzet. Mindig valami jó, mindig valami csodálatos erősödés, növekedés lesz abból, amikor testvér a testvérnek a segítője. Mi ezt kérjük. Mi ezért imádkozunk. Mi ismerjük a Zsoltárt. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Kedves emlékező gyülekezet, szeretett testvéreim! Összegzem mindazt, amit elmondtam. Szeretném először is, hogyha mindannyian hálát adnánk azért, hogy bár a saját nemzetünkből valók rosszat terveztek ellenünk, de Isten hatalma, szeretete, kegyelme jóra fordította azt. Így van egy szabad, erős Magyarország. Imádkozzunk azért, hogy a testvér áruló lélek, a gonoszság lelke soha többé ne kapjon erőre egyetlen egy nemzettársunk lelkében sem. Sokkal inkább imádkozzunk azért, hogy azok is megtérjenek. Krisztusi lélek legyen bennük, hogy ne kelljen az Istennek újra a sok-sok elhalasztott lehetőség után majd jóra fordítani azt, amit most rosszat elgondoltak ellenünk. Úgy legyen ez. Amen. Emelkedjünk fel a helyünkről. Imádkozzuk el az Úr Jézus imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Istennek emlékező karcagi népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Ámen. Kérem, foglalják el helyüket. Tisztelettel és szeretettel fölkérem Ugai Imrét, Jászlajkun Szolnok megyei közgyűlés elnökét, hogy emlékező beszédét az úrasztalától mondja el. Áldás békesség! Tisztelt emlékező gyülekezet! 64 év telt azóta, hogy 1956. október 23-án a magyarság szabadságvágya és áldozatvállalása meglepesztette az addig legyőzhetetlennek hitt kommunista diktatúra falait. Bár akkor még nem győzhettünk, bátorságunk mégis naggyá tette kis országunkat a világ szemében, mert szívünk egyszerre dobbant meg a szabadságért, és a nemzet egy emberként mondta ki, hogy elég volt. Történelmi pillanat volt, amikor diákok, pedagógusok, lányok, asszonyok, fiúk és férfiak, családapák, katonák, mérnökök és egyszerű emberek, földművesek, nemzettársak és a velük szimpatizáló nemzetek kiválóságai a győzelembe vetett hittel szembeszálltak az egész szovjet birodalommal. Az AVH rémtettei, a kritikát nem ismerő, korlátlan és diktatórikus kormányzás, az értelmiséges sújtó meghurcoltatások, a koncepciós perek sokasága és az alkalmatlan gazdaságpolitika nyomorba és tehetetlenségbe sodorta a nemzetet. És a további előzmények sorozatával együtt egyenes út vezetett a forradalom kitöréséhez. Ellenzéki mozgalmak alakultak. Olaj volt a tűzre, hogy 1956 őszén kirobbant a poznani munkás felkelés. A felkelések híre átterjedt Közép-Európa szovjet befolyású vezetére, melyre válaszul 1956. október 21-én a szovjet csapatok megindultak Lengyelországba, hogy erőszakkal vessenek gátat a további eseményeknek. A világ és főként a forradalom szélén álló Magyarország lélegzett visszafolytva figyelte, mi fog történni. Az egyetemek diák szervezetei követeléseket fogalmaztak meg, olyanokat, mint a szovjet hadsereg kivonása, Nagy Imre kormányfői kinevezése, többpárti szabad választások megtartása, szabadságjogok biztosítása, a magyar nemzeti szimbólumok szabad használata, Rákosi bíróság elé állítása és a bérek rendezése. Az egyetemisták végül a forradalom előestéjén a Budapesti Műszaki Egyetem nagygyűlésén elhatározták, hogy másnapra szimpátia tüntetést szerveznek a bentérre. Félő volt ugyanis, hogy a baráti Lengyelországban a szovjet hadsereg véres megtorlásba kezd. A tüntetés célja a békés megoldás melletti bátor kiállás volt, ám végül kitört a forradalom. Márai Sándor így ír a pillanatról Mennyből az angyal című versében. Miért, hogy meghasadt az égbolt? Mert egy nép azt mondta, elég volt. A külső és belső erőviszonyok azonban nem hazánknak kedveztek. Azóta tudjuk, hogy Magyarország belefagyott a megszilárdulóban lévő Varsói szerződés szovjetek vezette blokkjába, és rövid szabadságharcunk után a hidegháború kellős közepén találtuk magunkat. A történetírás malmai sokáig hasztalan őrültek a helyes irányba, amikor nevet kellett adni az 1956. október 23 és november 11 közötti 20 nap eseményeinek. Rettegve a harmadik világháború kitörésétől, a nyugati blokk vezető országai jóvá hagyták a hazánk elleni szovjet inváziót.
A lengyel nép azonnal mellénk állt, és később az ENSZ is elítélte az ellenünk elkövetett agressziót. Azonban nem csupán hazánkban követelt véres áldozatokat, a forradalom és a szabadságharc leverése. Hiszen Romániában, Erdélyben is százak halálát okozó megtorlások, koncepciós perek sokasága, börtön, kínvallatás vagy egyenesen kivégzés várt a magyar értelmiségre. Aminek kezdete van, annak vége is kell, hogy legyen. A 3629 magyar élet kioltását és 200 000 ember életének gyökeres megváltozását, egy egész nemzet leigázását okozó rezsim 31 évvel ezelőttig uralta Magyarországot politikai, gazdasági és ideológiai értelemben is. De az 56-os forradalmat és szabadságharcot, a forradalmárok hőstetteit, a hősi halált halt áldozatok emlékét sohasem tudták kitörölni a magyar emberek szívéből. Ha nincs a Rákóczi szabadságharc, akkor nincs 48 sem. Ha nincs 48, akkor 56 sincsen. És ha nincs 56, akkor rendszerváltozás, 89, és magyar köztársaság, szabad magyarországi választások, demokrácia és önrendelkezés sincsen. Szabadságvágyunk messze földön híresítette nemzetünket. Messze földön, távoli földrészeken ismerik a magyar nemzet hitének erejét, szabad önrendelkezése iránti elkötelezettségét. Ma annak a 20 napnak az első napjára emlékezünk, amelyik napon a bátrak hősökké, majd a hősök mártirokká váltak. Következetességük, meggyőződésük és fiatalos lánglelkük tette őket a soha meg nem alkuvás példaképeivé. Elvesztésük felfoghatatlan tragédia, amelyről sokáig még őszintén beszélni sem lehetett. A nyugat pedig tétlenül, bénán, egyre csak hallgatott. Közben a hazájukat elárulók véres, gyalázatos megtorlásai örökké eleven sebet martak a túlélők és az áldozatok hozzátartozói, és a ma emlékezők lelkébe is. Október 23-a több, mint egy fejezet a történelmünk lapjain, vagy egy piros betűs ünnep a naptárban. Október 23 a független, szabad magyar haza ünnepe. A forradalmárok szavai ma is fülünkben csengenek. Egységesség, testvériesség és szeretet. Mindezen értékek összekovácsolták a fővárost a vidékkel, diákot a munkásemberrel, a nemzetőr honvédet az értelmiségivel, a pesti srácokat a megbélyezett polgárokkal. Ahogy a karcagi híradó hasábíró tudható, itthon a város meghatódott népéhez, köztük a diáksághoz és a gimnázium tanárokhoz 1848 szabadsághőse iránti tiszteletük jeléül, elsőként a szerelő és gépjavító KTS dolgozói csatlakoztak, majd a kiegészítő parancsnokság és a helyőrség katonái, majd a rendőrök, a termelőszövetkezeti dolgozók, és végül a kunmadarasi repülőtér katonái, így megalakult a Honvédelmi Bizottmány és a Forradalmi Munkástanács. Hisz forradalom volt, és senki sem nézte az áldozatot, amit a részvételért cserébe vállalt. A karcagi híradó első 1956. október 29-i száma így kezdi tudósítását az eseményekről. Zászlóbontás. A sárguló, hulló falevelek az ősz mindent lehervasztó képét tárják elénk. Ősz van a természetben, de tavasz a szívekben. Friss március életteli, üde levegője árad. A szabadság, a fiatalság, az élni akarás ereje és szava tör át október bilincsei. Október hónap talán a magyar történelem legtragikusabb hónapja.
Ennek ellenére azonban október 6-a és október 23-a a nemzetté kovácsolódásunk és magyarság tudatunk bástyái. A megemlékezés egyszerre fáj, de erőt is ad. 64 évvel ezelőtt, ahogy 1849-ben is, végül győzött a zsarnok, a nagyobb, a kegyetlenebb, a hatalmasabb. Azonban, amit akkor még nem tudtak, hogy ezzel a kétes értékű győzelemmel saját sírjukat ásták meg. Az 56-os forradalmárokon Isten áldása volt, mert nemesügyért, Magyarország jövőjéért, szabad önrendelkezésünkért harcoltak. Ezért válhattak ők, nem csak a magyarok, de az egész világ szemében hősökké. Tisztelt ma érő forradalmárok és tisztelt rendszerváltók, akik ma is közöttünk vagytok. Köszönet és hála, amiért szüleinkkel, nagyszüleinkkel együtt meghallottátok, és sohasem feledtétek a hősök és az idők szavát. Sokakkel együtt, veletek, együtt köszönhetjük, hogy 31 évvel ezelőtt, 1989. október 23-án bátran és szenvedélyesen kiáltatok értékrendünkért, amellyel lezáratott az 1848-49-es és az 1956-os forradalom és szabadságharc küldetése. És az ezt követő szabad választások óta független és szabad hazában élve jó hazafiaknak nevelhetjük gyermekeinket. Isten áldja a hősöket, Isten óvja Magyarországot. Az ünneplő gyülekezet egész közössége nevében szeretném megköszönni elnök úr tartalmas gondolatokat ébresztő szavait. Isten gazdag áldását kérem a további életére és szolgálatára. Kedves egybegyűltek, kedves barátaim, igazán boldog vagyok, hogy vezetőinkkel, a városunk lakóival és természetesen a másonnan érkezettekkel együtt megemlékezhettünk. Így ebben a közösségben a 64 évvel ezelőtt történt nagyszerű, ahogyan hallottuk, vesztesnek tűnő, de valójában egy világra szóló győzelmet eredményező eseményekre, forradalomra és szabadságharcra. Ilyenkor természetesen bennünk van a vágy, hogy méltó módon folytassuk tovább ezt a megemlékezést, hiszen megszokott rend szerint a virágokat, a koszorúkat megfelelő koreográfiával el szoktuk helyezni az emléktáblánál, a városháza falán. Erre most abban a formában, ahogyan megszoktuk, nem lesz lehetőségünk, hiszen figyelembe vesszük az egészségügyi veszélyhelyzetet, ezért az alkalom az istentisztelet befejeztével mindenki a saját maga rendje, a saját maga elképzelése szerint délig tudja elhelyezni az emlékezés virágait és koszorúit. Előre is köszönjük, és Isten áldja meg az emlékezőket. Zárásként, amellett, hogy mindenkinek további áldott ünneplést, emlékezést kívánok, mindent egybefogva válaszoljunk szent énekünk eléneklésével, a szózatot fogjuk elénekelni, majd pedig a záró éneket, a 90. Zsoltárt első és 9. versével, és a 9. vers második felénél pedig tisztelt vendégeinket megkérem, hogy kezdjük meg a kivonulást. Most tehát helyünkről fölemelkedve énekeljük el a szózatot.
Foglaljuk el helyünket. 90. Zsoltár 1. és 9. versét énekeljük. Te benned bíztunk, elejétől fogva. Így kezdődik az első versszak.